A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban megnézzük, hogyan zajlott az egészségnap a Bugárban, valamint beszélgetünk egy ismert székesfehérvári séffel is. Tartsanak velünk! Egészségnapot tartottak a Bugár Pál Technikumban. Az iskola csatlakozza az egészségügyi világnaphoz, színes programokkal és előadásokkal várta a jövő orvosait. Amikor kivettük a két kisgyereket, utána 7 órát kellett ásnunk az apukáért, de aztán szerencsére ők is sikerült kivenni. 7 életet mentett meg a legzordabb körülmények között Klupács Péter és Pavelce László, a februárban Törökországot és Szíriát érintő nagyerejű földrengés mentési munkálatai során. Az életmentők beszámolója nyitotta meg az egészségügyi világnap kapcsán rendezett egésznapos programot a Bugár Pál Technikumban. A diákok rezzenéstelen arccal hallgatták végig, hogyan sikerült gyermekeket, szülőket, nagyszülőket kimenteni, és azt is, hogy rengetegen sajnos nem érték túl a katasztrófát. Nem élménybeszámolót, mert ez nem egy élmény volt, hanem sajnos egy tragédiának a beszámolója. Megismertetjük azzal a helyzettel, amiben mi voltunk őket, elmondjuk a történéseket, és általában interaktívá tesszük úgy az előadásunkat, hogy aztán kérdezhetnek, és nagyon érdekes, hogy élnek is ezzel a lehetőséggel. Én azt gondolom, hogy ez az a korosztály, tehát ugye amióta hazajöttünk, folyamatosan iskolákba járunk. Azt is el kell mondani, hogy ekkora létszám előtt, amit a hátam mögött várja az előadásokat, illetve a különböző szakmai beszámolókat, ekkora a plénum előtt mostanában nem voltunk, de hozzáteszem, hogy nagyon-nagyon örülünk neki, hiszen ez a korosztály az, aki még elrontható, illetve a mi érdekünkbe javítható, hogy ne menjünk el egymás mellett, segítsük egymást, figyeljünk oda egymásra, és hát valószínűleg a jövő generáció is itt van mögöttünk. Megpróbáljuk abba az irányba terelni őket, hogy lássák azt, hogy nem csak a kórház, nem csak a rendelő van, hanem kinyílhat a nagyvilág is, és hát nézd rám, egy átlagos rossz kisgyerekből lettem az, aki vagyok. Én úgy érzem, hogy mindig jó helyen, jó időben meglovagoltam ezt a dolgot, őnekik pont ugyanezt kell. Nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk, hogy emberek vagyunk, nem gépek, és pontosan ez a fontos, hogy ők is tanulják meg, hogy emberek legyenek minden körülmények között. Mindenki azt gondolja, hogy vele ez nem történhet meg. Van élet a merrák után is, erre már a Fehérvár Médiacentrum munkatársa hívta fel a figyelmet előadásában. Kovács Szilvia kolléganőnk kendőzetlenül beszélt a közel 8 évvel ezelőtt megélt betegségéről, kezeléseiről, gyógyulásának útjáról, és egyben felhívta a figyelmet a megelőzés és az önvizsgálat fontosságára. Én mindig nagyon fontosnak tartom ezt az előadást, ha meghívnak elmondani, bárhova is megyek. Többször volt már, hogy cégekhez mentem, leginkább hölgyekhez szoktam egyébként elmenni előadást tartani, de mindig örülök, ha vannak köztük férfiak is, mert nagyon fontos, hogy az üzenetet ők is átadják, és magukra vegyék egyébként, mert hogy ugye a férfiak körében is előfordulhat a merrák. Az meglepő volt nekem, hogy most diákok előtt kell, fiúk, lányok előtt kell ezt az előadást megtartani, de hát a Bugárba most elhívtak, úgyhogy azért is jöttem, és hát nagyon fontos, hogy már ezt a generációt is megtanítsuk arra, hogy igenis oda kell figyelni magunkra, hogy az önvizsgálatot megtanuljuk, hogy esetleg buzdítsák a szüleik, nagyszüleiket, baráti társaságot arra, hogy a vizsgálatokon részt vegyenek, és ha felnőttek lesznek, akkor tudatosak legyenek, és menjenek el ők is a vizsgálatra. Én azt láttam, hogy már az elején is ugye látszott az, hogy tényleg sokan vannak, akiknek a hozzátartozójuk érintett volt. Többen jelezték azt, hogy vannak, akiket elveszítettek már ebben a betegségben, ezért is nagyon fontos az, hogy ők erre kaphatóak legyenek, és én azt gondolom, hogy szerintem ők úgy viszik haza ezt, hogy megfontolják azt, amit mondtam. A minden évben megszervezett program célja, hogy a világnap kapcsán játékosan és autentikus módon hívják fel a figyelmet az egészséges életmódra. Ha csak egy gyermek, egy diák viszi haza és magával a későbbiek során azt, hogy hogyan tudunk megelőzni, hogyan tudunk jobban az egészségünkre odafigyelni, akkor már nyertünk. Úgy gondolom, hogy itt olyan sok tanuló volt most, és olyan nagyon nagy fegyelmezettséggel ülték végig az előadásokat, hogy igazán
büszkén mondhatjuk szerintem, hogy sokan haza fogják vinni az itt hallott információkat. Kollégáimnak is, nekem is azt gondolom felelősségünk, hogy ilyen előadásokat tartsunk, amiből tanulnak hétköznapi emberektől, olyan emberektől, akik itt vannak közöttünk, vannak elérhetőek, láthassuk az ő életüket, történetüket, akár a gyógyulás útját. Emellett az intézménybe járó fiatalok hallhattak érdekességeket a harctéri sérült ellátásról, de zenés és táncbemutató is színesítette a szerdai napot. Újabb lehetőségek nyílnak meg Bóza Roland előtt. A jól ismert székesfehérvári séf kolléganőmmel Kovács Szilviával beszélget a stúdiónkban. Vendégem a mai műsorban Bóza Roland séf, akit sokaknak nem kell már bemutatni, szeretettel köszöntelek. Szia! Nagyon örülök, hogy újra itt vagy, mondhatom, hogy újra itt vagy, hiszen már az egyik műsoromban, a Nálatok Mizuban egyszer találkozhattak veled itt a Fehérvár Televízióban a nézők, de azt hiszem, hogy már voltál más műsorunkban is. Igen. És hát most azért az apropó, mert hogy megint nagy dolgokra készülsz, de még nem menjünk ennyire előre. Picit meséljünk a te tevékenységedről. Azt szerintem sokan tudják rólad, hogy 2021-ben az egyik országos tévécsatornán megnyertél egy főzőműsort, nem is kicsit, hiszen hát itt séfek versengtek egymásért, és azért azt gondolom, hogy ez egy nagy diadal volt neked. Így van, mondhatni, hogy úgy itt kezdődött a magyarországi pályafutásom, úgyhogy amit azóta is próbálok töretlenül előrefele vinni. Nyilván sokan nem tudják, hogy azóta, amit csinálok, vagy éppen, hogy mihez kezdtem. Már a műsor után ugye street food üzletekbe vágtam, vagy hát olyan üzletet szerettem volna nyitni, ami a street fooddal foglalkozik, mert nekem nagy szerelmem. Aztán később lett belőle étterem is, és viszont most úgy vagyok, hogy több étteremnek vagyok inkább kreatív séfje, tehát próbálom kiélni azt a kreatív dolgot, ami bennem van. Ez nem feltétlenül saját étteremben mutatkozik csak meg, hanem különböző más helyeken is. Úgyhogy jelen pillanatban ezt a kreatív vénámat most nagyon ki tudom élni, ezt nagyon-nagyon élvezem, és ez mellett pedig mondhatni úgy, hogy a séfkedésből váltottam inkább egy üzletember kategóriába, ami ugye valamilyen szinten a vendéglátáshoz kapcsolódik, mert ételgyártással foglalkozik, de úgy néz ki, hogy azért ez elég mély víz egyelőre. Na, ne menjünk ennyire előre, egy picit még a hátteredről, illetve az előzményekről beszéljünk, mert hogy azért valahonnan jött egy indítatás. Ha jól tudom, akkor neked van egy vendéglátói vonalad, és neked lehet, hogy több idő jutott mondjuk egy-egy konyhában, vagy pult mögött, mint mondjuk a játszótéren. Igen, ez így van. Nekem a családom vendéglátós, tehát az egész família, hogyha lehet így mondani. Tehát édesapám, még édesanyám még már akkor vendéglátással foglalkoztak, amikor én megszülettem. A testvérem is nyilván. Unokabátyám, unokatestvérem is szintén a vendéglátóban helyezkedett el, és mondhatom, hogy mindenki inkább saját, tehát egyéni vállalkozóként, vagy éttermet üzemeltetett, vagy inkább presszókat, kocsmákat. Úgyhogy konkrétan én előbb tanultam meg sört csapolni, mint biciklizni, és nem mellesleg édesanyám is nagyon jól főz, úgyhogy mellette a konyhában viszont nagyon sokszor akadt időm ellesni az, hogy is készül egy jó étel, vagy hogy lehet különböző ízeket variálni, és nekem innen jött ez a nagy szerelem is, hogy akkor én szakács leszek. Nyilván itt meg nem állt meg a dolog, mert szerettem volna a vendéglátásnak minden területén kipróbálni magam, és ugye innen jött a cukrászat, akkor jött a konkrétan a felszolgálás, hogyha már egy ételt elkészítek, ki is tudjon vinni valakinek, most ez így tömören nyilván, de annak is megvannak a szépségei egy felszolgálásnak, vagy mondhatni, hogyha a vendéglátótér külső részében vagyunk. Viszont ez mellett igen, egész életemben mindig a konyhán próbáltam elhelyezkedni, mert valahogy mindig is oda húzott a szívem. Uh-huh. Volt egy időszak, amikor még a műsor előtt, ugye te külföldön éltél, és ott próbáltál szerencsét, ott milyen vonulatot képviseltél? Mert ugye ott is azért sajátot azért sikerült megteremteni. Igen, ez úgy nézett ki, hogy konkrétan legelőször szerintem 18 lehettem, vagy éppen hogy csak betöltöttem volna 18-at, akkor Skóciába mentem ki egy gyönyörű szép hotelbe, és ott kezdtem el a pályámat, először felszolgáló segédként, majd bemehettem a konyhára, tehát konkrétan tényleg bemehettem a konyhára, és onnan valahogy az a szerelem nagyon megmaradt, és
és folyamatosan szerettem volna ezt a vonalat erősíteni, és minden egyes helyre, ahova később elkerültem, akkor próbáltam a konyhára bekerülni komoly neves séfek mellé, vagy stázsoltam nagyon sokat. Ugye Magyarországon azért ez kevésbé ismert ez a kifejezés. Ez konkrétan ingyen munka olyan séf mellett, akitől nagyon sokat tudsz tanulni. És nekem azért ez volt Skóciában, Londonban, Németországban, Ausztriában, Írországban, tehát nagyon sok helyen próbáltam fejleszteni a tudásomat. Aztán utoljára, úgy, ha jól emlékszem, akkor Ausztriában maradtunk, ugye akkor már még a feleségemmel, és ott nyitottam egy steakházat, konkrétan egy saját steakházat, de volt egy olyan tökéletes érzékem, hogy akkor még a Covid-ról ugye senki nem tudott semmit. Ez januárban, december végén gyűrűzött be Európába, ugye abban az évben, azt hiszem 21-ben vagy 20-ban, már nem nagyon emlékszem, de azt hiszem 20-ban, ugye? Uh-huh. Igen, 2020-ban gyűrűzött be. És én előző év két hónappal előtte nyitottam meg az éttermet, tehát olyan október környékén nyitottam meg az éttermet. Tényleg nagyon jól ment a steak, ott Ausztriában amúgy is, közel volt tehát tiroli határ, közel volt Olaszország is, úgyhogy nagyon, meg Németország is, úgyhogy nagyon szerették, csak hát két-három hónap után, tehát államilag be kellett zárni több mint fél évre. Nem volt semmilyen segítség akkor még az államtól, tehát azért az nagyon-nagyon-nagyon nehéz időszak volt, és akkor abból, mikor ez sikerült kinyögni, hogy végre akkor ki tudjunk szállni belőle, akkor döntöttem, úgyhogy olyan befejeztem, hogy hazajövök egy 20 év után, úgyhogy a több meg már történelem. Igen, és akkor ugye jött egy ilyen sikeres műsor, és hát azóta sokat emlegetted ugye a street foodot, akkor erről beszéljünk most egy picit, hiszen ugye Agárdon is működik ilyen jellegű vendéglátóhelyed, több is, és hát Székesfehérváron is azért volt, meg hát majd gondolom lesz is, és most akkor mi újság van? Hát konkrétan, ugye amit az előbb említettél, Fehérvárra visszatérnék, hogyha már egyszer a gyökereim is innen származnak. Fehérváron ugye egy gurmé éttermet nyitottam, a Fusion éttermet, viszont sajnos olyan, mondhatni azt, hogy nem a saját problémám, vagy éppen nem azért kellett elengedni, hogyha lehet így mondani az éttermet, mert éppen nem volt gazdaságos, vagy éppen nem termelte meg azt, amit lehetett volna, hanem a következő 5 évre lett volna egy olyan vállalás számom felőlem, ami szerintem a mostani gazdasági helyzetben lehetetlen elvállalni. Tehát olyan bérköltségek, olyan áram, olyan gázt, ami egyszerűen Fehérváron az a kis étterem az nem tudta volna kitermelni. Tehát ott sajnos előre kellett látni abba, hogy ha ez nyitva marad, nagyon-nagyon kemény időszak lesz, és nem biztos, hogy meg fogja egyáltalán érni. És inkább ezzel miatt úgy döntöttem, hogy azt az éttermet majd inkább Pestre fogom vinni. Úgyhogy Fehérváron egyelőre nincsen érdekeltségem, hogyha lehet így mondani, viszont street fooddal vissza fogok jönni. Tehát street foodot mindenféleképpen szeretnék Fehérvárra, mert van olyan koncepció, ami szerintem hiánypótló lesz. Ugye mondtad, hogy maradjunk ilyen, hál' Isten Agárdon ez töretlenül működik az üzletek, mind a kettő. Tehát ugye a szezonális, tehát ez hamarosan nyitunk majd április vége felé, és egészen majdnem az év végéig nyitva is vagyunk. Úgyhogy ezt nagyon szeretem, maga ezt az érzést, és ugye ebben is próbálnék tovább fejlődni, tehát sikerült egy olyan terméket létrehoznom, amivel ugye a street foodot, hogyha lehet így említeni, szeretnék különböző helyekre bekerülni vele, tehát a nagy közönséget kiszolgálni. Ez azt jelenti, hogy nem muszáj hozzám eljönni azért, hogy valaki tudjon egy jót enni, akár egy szendvicset, meleg szendvicset, hanem megtalálhat ez benzinkutakon, akár stadionokban, nagyobb létesítményekben. Erre most már hál' Isten megvannak a kapcsolatok, szerződések, úgyhogy elkiabálni ezt még nem szeretném, de hamarosan nagyon-nagyon-nagyon sok benzinkuton megtalálható lesznek ezek az új termékek. És ezekből a termékekből viszont food truckok is lesznek az országban. Most úgy néz ki, hogy egyelőre csak 3, de az összes nagy zenei fesztiválon részt fogunk venni, és minden olyan nagy rendezvényen, ami igazából az ország érdekeltségét néz. Tehát úgy értem, hogy akár mindegy, hogy ez Debrecenben, Pécset, vagy akár Sopronban, vagy Fehérváron, akár egy Majál is, mi megtalálhatóak leszünk ezzel az új termékkel egy food truckban.
ami viszont utána, amikor nincsenek fesztiválok, akkor viszont fix helyeken lesznek telepítve, ahol bárki oda tud menni, és ugye tud kérni majd ezt a terméket meg fogja tudni kóstolni. Uh-huh. Ugye a mai beszélgetésünknek az apropóját az adja, hogy ezzel ugye egy műsorban szerepeltél, és sikeresen, mert hogy van egy olyan műsor, ahol támogatókat lehet keresni egy-egy ilyen termék megvalósításához, ha úgy tetszik, szerintem a nézők is tudják, hogy miről beszélünk, és hát nagyon kevesen mondhatják el ezt szerintem fehérváriak magukról, hogy sikerrel jártak, és hát támogatnak téged teljes mellszélességgel, ami ugye azt jelenti, hogy akkor ennek köszönhetően tényleg mindenhol meg fog jelenni, és tényleg nagyon nagy számban ez a termék, mondjuk így. De szerintem egy picit megnevesíthetjük olyan szempontból, hogy ha elmesélnéd, hogy ez miről szól, mit kap az, aki mondjuk majd ezzel találkozik. Értem, visszakanyarodnék arra a részre egy pillanat erejéig, hogy támogattak. Ugye ebben a műsorban azért úgy volt, hogy támogattak is, meg nem is, tehát ha mondhatni így, hogy ezek a befektetők anyagi szempontból nem szálltak be a bizniszbe, viszont azt mondták ugye, hogy mentorálnak, tehát hogy egy mentorprogramban részt vehetek. Itt konkrétan kiemelném a Lakatos urat, aki mindenben támogat azóta is, és neki köszönhetem azt, hogy most akár mondhatni, hogy több száz, de majdnem csak inkább 1000 benzinkuton megtalálható lesz a termék, és a mai napig mondhatni, hogy a kicsit a szárnya alatt próbál vezetgetni. Úgyhogy igen, ez nagy siker volt ez a része. Visszatérve erre a termékre, ez egy speciális, mondhatni, hogy csibatta és bagett keveréke, tehát nem tudom nagyon megnevesíteni, mert panini tésztája van, tehát olyan, mint egy panini, úgy kell elképzelni, viszont csibatta és bagett méretű, tehát sokkal nagyobb és szélesebb. Jelen pillanatban 5 különböző ízt különböztetünk meg, mint például a tépet marha, vagy tépet sertés, tépet csirke, kolbász, vagy vegetáriánus, és ezekhez speciális ízek tartoznak. Tehát mondjuk a tépet marhához házi készítésű barbecue szósz, házi készítésű cheddar mártás, pirított hagyma van mellé, tehát a lényege igazából ennek a szendvicsnek az, hogy mindegyik egytől egyik gurmé minőségű, ez alatt azt értem, hogy adom hozzá a nevem, hogy ez egy minőségi termék. Tehát nem olyan, hogy valaki mondjuk bemegy egy benzinkutra akár, és vesz egy akármilyen előre csomagolt szendvicset, amit éppen elnyámnyog, vagy éppen csak megeszi, mert már majdnem ilyen hal, mire odaér a akár egy meetingjére, vagy át kell utazni a fél Magyarországot, hanem ez tényleg arról szól, hogy nem muszáj ahhoz, tehát nem muszáj rosszat tenni csak azért, mert mondjuk egy benzinkutról van szó. Tehát itt megjegyezném, hogy sok kommentben hozzátették, hogy sokszor háziasszonyok jobb szendvicset készítenek. Ez azért nem feltétlenül igaz így, és itt megjegyezném azt, hogy nem biztos, hogy ők mondjuk több mint 200-300 000 darabot le is tudnak gyártani abból, és úgy, hogy nyereséges is legyen. Tehát itt azért nem véletlenül van az, hogy egy benzinkuton, ahol például ugye mondjuk az országban van 3000 benzinkut, és mondjuk mindegyikre azt a mennyiséget, tehát itt több százezer, majdnem milliós nagyságrendű tételekről beszélünk, ami azért nem mindegy, hogy készült. Tehát konkrétan 1 gram hús, vagy 1 gram szósz, hogyha már több megy bele, vagy kevesebb, akkor, vagy inkább, hogyha több, itt már nagyon-nagyon nagy pénzekről beszélünk, ami minuszt termel. Tehát 1 gram hús a több 100 000 milliós terméknél, az konkrétan több 10 000 kilónak felel, meg mondjuk húsban. Ugye azt meg hagyjuk, hogy az mennyibe kerül. Tehát azért ez nem olyan egyszerű ez a rész, tehát itt jön az, hogy segítség nélkül, tehát partnerek nélkül ez lehetetlen, tehát ezt nem tudnám elérni úgy, hogy akár egy befektetővel, vagy hogyha nem lenne mondjuk a partnerem, aki legyártja a szendvicseket. Uh-huh. Hát és azt se felejtsük el, hogy itt ugye minőségi alapanyagokról van szó, így ugye van. Nálad ez az éttermedben járva is tapasztalható volt, hogy ez a tépet marha például, ez egy nagyon közkedvelt dolog. Miért ragaszkodsz például ezekhez? Ez nagyon jó kérdés. Egy az, hogy én imádom, tehát azon kívül, hogy én nagyon szeretem. Nyilván itt nagyon vigyázni kell egységnek, hogy mit szeret, mert szeretem például a homárt is, vagy éppen a kajlót, de nem biztos, hogy sok ember szereti. Viszont a tépet marha, tehát a tépet húsok szerintem, ami lassan készül el, akár egy barbecue-n, vagy éppen egy smokerben, azok nagyon jó minőségűek, főleg, hogyha ért is hozzá valaki, aki ezt elkészíti.
szaftos marad, finom. Igazából szerintem ezek bőven elég ahhoz, hogy valaki azt mondja, hogy ó, én szeretem a tépet marhát, vagy akár a sertést, vagy a csirkét. Nem csak egyszerűen egy elkészült szelet hús, ami meg van grillezve, az is nagyon finom tud lenni, de mondhatni, hogy az már egy kicsit unalmas. Az emberek újdonságra vágynak, új ízekre, amit még nem kóstoltak. És úgy gondolom, hogy ezek a termékek, mondhatni így, hogy szendvicsek, amiket én készítettem, ezek pont ilyenek, pont olyan ízek, amit még nem kóstoltak az emberek, és remélem, miután megkóstolják, nagyon fog nekik ízleni. Uh-huh. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy benzinkutakon elérhető lesz, akkor ezeken a food truckokon, ahogy hívod, elérhető lesz, fesztiválokon, stb. És még hol? Esetleg Székesfehérvárról beszélhetünk-e? Igen, igen, mert Pesten ugye mindenképpen parkolni fog food truck, és nagyon gondolkodom rajta, hogy a háromból egy food truck Fehérváron is lesz egy fix pont, ahol elérhető lesz a szendvics, amikor nincsenek fesztiválok. Tehát ugye ez a fesztivál szezon, hogyha lehet így mondani, ez inkább nekem júliustól szeptember elejéig bezárulok, tehát minden hétvégén, viszont a további napokban, mivel nincs, tehát akkor valószínű, hogy egy fix helyre fogom telepíteni ezt a food truckot, tehát Fehérváron mindenki tudni fogja, hogy abban az utcában, vagy itt meg itt található a Bóza Roland egyik terméke. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hát halljunk még rólad sokat, majd akkor is beszélgetünk erről, ha már ezek a dolgok így ténylegesen megvalósultak. Rendben. Úgyhogy én nagyon sok sikert kívánok neked ehhez a jövőben is. Nagyon szépen köszönöm a meghívást is. Én köszönöm. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.